stábunk ott lehetett a dr. Mihálka gyögyvárosi vegyeskar múlt heti próbáján, ahol a tagok először bemelegítették a hangszálaikat. Gilinger Ildikó karvezető megosztott a televíziónkkal, hogy nagy örömmel és izgatottsággal készülnek a szeptember 9-i kórus hangversenyre, amelynek a Városháza díszterme ad otthont 18 órai kezdettel. Mint megtudtuk, a koncert alkalmából nem csak a Marosparti Város kórusa lép fel, hanem egy pesti vendégcsapat is emeli a rendezvény fényét. Ők a Missio Cantorum vegyeskar, körülbelül olyan összetételű a kórus, mint a miénk, 25-30 főből állnak ők is. 2012-ben alakultak, tehát nem most, tehát egy nagyon régi múltra visszatekintő vegyeskarról van szó, és egy baráti kapcsolat révén jött létre a kölcsönös együttműködés. A karvezetőjük Dávid Krisztina, nekem már több 10 éve nagyon jó barátnőm, ugye énekszakosok vagyunk, mindketten zenével foglalkozunk, kórusaink vannak, nagyon sok helyen együtt énekeltünk, együtt léptünk föl, az Akadémiai Kórustársasággal nagyon sok előadáson szerepeltünk. Mint kiderült, a Budapesti Egyesület elnyert egy pályázatot, és a Hagymavárost választották, hogy fellépjenek a helyi kórussal. Szó esett továbbá arról is, hogy széles repertoárt hallhat majd a közönség. Így a reneszánsztól szinte a napjainkig felcsendülnek művek a vegyeskarok tolmácsolásában. Pitóni Boldog, aki énekel, ezzel fogjuk kezdeni, illetve a vendégkórus ezzel kezdi a műsorát. Ez egy gyönyörű reneszánsz blokkot fog bevezetni, majd utána jönnek a barokk, illetve a többi zeneszerző, hogy kik is konkrétan. A közös számok úgy lesznek megoldva, hogy először is Handel híres oratóriumából, a Júdás Makkabeusból a győzelmi kórust fogjuk közösen elénekelni, majd a végén, a teljes műsornak a legvégén szintén egy közös számot fogunk előadni, ott már magyar zeneszerzőt választottunk, Bárdos Lajost. A Dana-Dana helyi igazítsa, tehát egy nagyon tüzes tempójú dallamot fognak hallani a kedves közönség nézők, illetve egy nagyon szép tábortűznél dallam csendül fel, ami egy kicsit megnyugtatja. Tehát van az elején, végén két közös mű, és a közte pedig a kórusoknak a bemutatkozása. A karvezető kiemelte, hogy a kórus hangversenyt azzal a céllal rendezik meg, hogy emlékezzenek a szeretett dr. Mihálka György professzorra, aki 15 éve hagyta itt a földi világot, és már csak fentről hallgatja a kórusnak csilingelő hangját. A makkói vegyeskar méltóképpen szeretne tisztelegni az egykori vezető előtt, így azok a művek is felcsendülnek, amelyeket még ő vezényelt és tanított be.